2500 nap. 2500 napja igyekeznek félelmet kelteni a magyar emberekben. 2500 napja dolgoznak azon, hogy egymás ellen uszítsák az embereket ebben az országban. 2500 napja van valamilyen válság vagy veszélyhelyzet érvényben Magyarországon. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, energiaválsághelyzet, vírus okozta veszélyhelyzet, és persze a háborús veszélyhelyzet. 2016 óta folyamatosan veszélyhelyzetben él ez az ország. Ez persze kiválóan szolgálja a hatalmi érdekeiket. Nem voltak elegek az óriás plakátok, nem volt elég a riogatás, nem elég semmilyen mennyiségű propaganda. 2020-ban a koronavírus alatt meglátták a valódi lehetőséget, rátaláltak arra az eszközre, amivel még egyszerűbben tudnak visszaélni a hatalmukkal, és még kevésbé ellenőrizhető minden manipuláció és korrupció. 3 éve vezették be a rendeleti kormányzást, és most készülnek még 1/2 évvel meghosszabbítani azt. Úgy megszerették a rendeleti kormányzással járó teljhatalmat, hogy tavaly májusban még az alaptörvényt is módosították, csak le ne kelljen mondani róla. Elmúlt a járvány, így hát kellett valami más indokot találni, ami miatt rendeletekkel a parlamentet kikerülve tudnak kormányozni. Az sem zavarta önöket, hogy semmelyik másik európai országban nem volt erre még soha példa. Magyarország ebben is úttörő lett. A magyar kormány megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Nem volt elég a 2/3-os parlament, nem volt elég a közmédia propagandává silányítása, nem volt elég az összes fontos állami intézmény megszállása, nem volt elég semmi. Kellett még valami, amivel csúcsra tudják járatni a magyar társadalmon való uralkodást. Persze, erről is hazudtak. Azt mondták, hogy azért vezetik be a rendeleti kormányzást, hogy az éppen aktuális veszélyhelyzetet érintő kérdésekben gyorsan tudjanak dönteni. Nézzünk csak meg 1-2 példát, milyen döntések azok, amelyeket muszáj volt meghozni annak érdekében, hogy az ország gyorsan és hatékonyan tudjon védekezni a szomszédban dúló háború okozta problémák ellen. Épp nemrégiben hoztak egy olyan rendeletet, amely megkönnyíti, hogy kirúgják azokat a tanárokat, akik sztrájkolnak a megalázóan alacsony fizetésük miatt. Bátor döntés, de nehéz elképzelni, hogy ez hogyan kapcsolódik a szomszédban dúló konfliktushoz. Tavaly nyáron egy rendeletben biztosította a saját magának a kormány, hogy ne kelljen fizetni közterület használati díjat a már amúgy is kivéreztetett fővárosi önkormányzatnak az augusztus 20-ai tűzijátékért. Ez is nagyon szorosan kapcsolódik a háborúhoz, láthatjuk mindannyian. Aztán 2022 végéig eljutottunk oda, hogy az ország költségvetését is rendeletben hirdették ki. Pedig még a kommunista időkben is volt annyi bátorság a Kádár Jánosnak, hogy összehívja a parlamentet a költségvetés megvitatásához. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy óriási kamu ez egész háborús veszélyhelyzetre hivatkozó rendeleti kormányzás. Maguk szeretnének minél kevesebb egyeztetéssel, minél kevesebb vitával, minél kevesebb átláthatósággal és elszámolhatósággal kormányozni. Ennyiről szól az egész, semmi másról. Én csak azt nem értem, hogy minek játsszák a demokráciát. Koronázzák meg Orbán Viktort, hirdessék ki a királyságot, aztán kész. Az legalább őszinte lenne. Köszönöm.